Én voltam nagyon nagy faszfej, aki mindig tönkrevágt ezeket a kapcsolatokat, és egyszer csak, amikor elállítódott ez a radarom, és ez konkrétan a 2018-ban volt, amikor eltettem, és onnantól kezdve olyan választásaim voltak, olyanokban nyúltam bele, amiben előtte soha. Egyszerűen elmúlt az a skillem, az a szuperképességem, hogy meg tudjam állapítani előre, egy bizonyos idő után, hogy alkalmas-e az a nő arra a feladatra, amire én kiszemeltem, azaz társam, vagy bármi kapcsolatom. Magyarán az történt, azt mondtam, igen, és nem volt. Igen. Magyarán nem egy hosszú idő alatt kellett elbasznod, hanem rögtön el volt baszva az nem, elejétől. Konkrétan azt semmilyen ilyen sorsba, meg egyébként ilyenekben nem hiszek, de egy kicsit úgy tűnt nekem, hogy 50x évesen azt az összes geciséget, amit az életem során nőkkel szemben elkövettem, azt most így sűrítve kapom vissza, így, mint egy ilyen géppisztoly sorozatot. Tehát ez is furcsa volt, mert csak néztem, hogy Jézusom, megint. És hogy ilyen rohadt nagy mellényúlásokat csináltam. Pszichológus Imre azt mondja, hogy az a problémája, hogy elállítódott a párkapcsolati radarja. Hát én azt gondolom erről a témakörről, hogy lehetséges, hogy a változás sokkal előbb kezdődött meg. Sejtésem szerint olyan akár 10-10 pár évvel ezelőtt, amikor elkezdődött egyfajta életközépi krízis, válság vagy egy önismereti út. Minek a jeleit próbálom mozaikszerűen összerakni most abból, amit ti is hallottatok az előbb? Hát egyrészt rájött arra, hogy az alkohol problémát okoz számára. Rájött, és ezen változtatott is, tehát az alkoholt lerakta. Aztán ehhez tehető ez az időszakhoz, amikor nagypapa lett. Tehát megint csak valamiféle felelősségvállalás, újra felelősségvállalás kezdődött el az életében. Ezen kívül ő saját maga is elmondja, visszavett az arcából azért, mert rájött arra, hogy fájdalmat okoz másoknak. Ezek mind önismereti lépcsők. És azt gondolom, hogy ezekkel az átalakulásokkal megjelenhetett a kölcsönösség az életében, megjelenhetett az empátia az életében, hogy rájött arra, hogy vajon a másik ember mellette mit szenvedhet. Tehát én azt gondolom, hogy ez a fajta életközépi krízis akár egy páratlan lehetőség is arra, hogy az önismeretbe elmélyüljünk. Úgyhogy szemben azzal, amit ő mond, hogy elállítódott a párkapcsolati radarja, mindjárt megmagyarázok, hogy miből fakadhat, én azt gondolom, hogy ez egy szuper jó lehetőség is a változásra. Hát hogy a fenében állítódott volna el a párkapcsolati radarja, azt mondjuk sémakémia létezik, tehát azoknak a férfiaknak például, akiknek megvan ez a feljogosítottság sémája, nagyon sokszor olyan nőkkel hátpárosulnak, akik viszont nagyon empatikusak, segítőkészek, kedvesek, cukik, és nagyon sokat elviselnek tőlük, nagyon türelmesek. Na most az a helyzet, hogy miután Imre életében is megjelent az empátia és a kölcsönösség, elképzelhető, hogy egyszerűen nem ugyanezek a nők vonzódnak hozzá, és őt magát sem ugyanezek a nők vonzzák. Úgyhogy hát csak annyit mondanék, hogy általában ugye ezek a nők, például akik ilyen nagyon segítőkészek, elképzelhető, hogy a rossz fiúkhoz vonzódnak. És az a helyzet, hogy Para-Kovács Imre már nem annyira rossz fiú. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Már csak pár nap, és érkezünk egy új vendéggel és új problémával. Iratkozzatok fel a csatornára, és kapcsoljátok be az értesítést. Hamarosan találkozunk, addig is a láma legyen veletek!